Jó estét kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit. A mai koncerttel kapcsolatban többször szóba került Hermann Hesse Üveggyöngyjáték című regénye. Bizonyára sokan olvasták önök közül. Akik olvasták, azok emlékezhetnek rá, hogy a regényből, bármi meglepő, nem tudjuk meg, hogy az üveggyöngyjátékot technikai értelemben hogyan játszották. Annyit tudunk csak meg belőle, hogy a játékosok valami fajta belső rejtett, ám lényegi összefüggéseket próbálnak kimutatni olyan dolgok között, melyek első ránézésre egymástól teljességgel különböznek. A legszabatosabban úgy fogalmazhatnánk, hogy a játékosok analógiákat keresnek a különböző dolgok között. A szó eredeti értelmében, ugye ez egy szó összetétel, analogos, és az anaszó sok mindent jelent, magam is próbáltam kideríteni, melyik a leghelyesebb fordítás, de talán a logosz felé, vagy a logosszal kapcsolatban, vagy a logoszhoz közeli módon valami ilyesmi formában lehetne talán lefordítani. Ezt azért tudják megtenni, mert azok a témák, melyeket a játékmester a játék kezdetén felír a táblára, azok mindegyike közel van a logoszhoz. Voltak éppen a játékosok nem akarnak tehát mást, mint ezekben a dolgokban az egyetlen logoszt, az egyetlen szellemet megtalálni. Hermann Hesse ezt így fogalmazza meg. A játék a tökély keresésének egy választékos, jelképes formáját jelentette. Valami kifinomult alkímiát, közeledést a minden jelképen és sokféleségen túl önmagában egységes szellemhez, tehát Istenhez. Ez a minden idők legsikeresebb játékában, melynek a kínai ház játéka volt a címe, oly módon valósult meg, hogy a táblára felírt témák között volt a konfuciánus házépítés szabályrendszere, az asztrológia, a kertművészet és a család is. Azt gondolhatnánk, vagy úgy tűnik, hogy az ember gondolkodása nem így működik alapvetően, illetőleg van a gondolkodásunknak egy olyan természete is, ami valahonnan nagyon mélyről az ösztönvilágból táplálkozik, és egyáltalán nem megfeleléseket próbál látni, hanem éppen, hogy különbségeket. Lehetséges, hogy az életösztönünknek erre szüksége van, az életben maradásunknak van erre szüksége, hiszen meg kell tudnunk különböztetni az ellenséget a baráttól. Amikor tehát az üveggyöngy játékosok próbálják a játék szabályait, illetve a játék csinyát, binyát elsajátítani, voltak éppen meg kell, hogy próbálják felülírni ezt a bennük természetből fogadóan jelenlévő ösztönös gondolkodást. Ez egyfajta magasabb nézőpont elsajátítását igényli, és itt a magasabb szó alkalmazása az több szempontból is indokolt. Egyrészt a táblára felírt témák rátekintve, mint egy madártávlatból szemlélik a dolgokat, így találják meg köztük az összefüggéseket, illetve magasabb abból a szempontból is, hogy a játék tanulásában előre haladván ez már-már nem is egy emberi látásmód, hanem egy ember feletti látásmód kezd kialakulni. Nagyon szépen fogalmazta nemrég valaki, hogy az embert azt teszi emberré, ami benne ember feletti. Az üveggyöngyjátékot az nyeri, aki ezt az ember feletti látásmódot a lehető legmagasabb szintre viszi, és amit ilyen módon meglát, illetve megtapasztal, arról szabatosan és magas színvonalon be is tud számolni. Közhely, hogy az üveggyöngyjáték életté váltható, az élet gyakorlat élet játékká tehető, ebben a pillanatban a játékos a saját életének minden tényezőjére, minden jelentősebb spirituális tapasztalatára ilyen módon igyekszik tekinteni. A játék története nem támogatta, de tulajdonképpen azért mégiscsak tudott egy olyan lehetőségről, amikor a játék negatív kicsengésű. Nem szerették így játszani, de tudták, hogy megvan a létjogosultsága annak is, hogy adott esetben negatív előjelű dolgokban látni meg a logoszt. Ezt bizonyítja számomra egy gyönyörű mondat, ami Bergyejev tollából származik, és amit nagyon szeretek mostanában idézni. Ez úgy hangzik, hogy szellem nélkül még szellem tagadás sem volna lehetséges.
Az üveggyöngy játékos előre haladván a saját fejlődésében, ebben a magasabb látásmód kialakításában egyre inkább alkalmassá válik, és képessé válik az elfogadásra. Nem abban az értelemben, hogy bármivel tudna vagy akarna azonosulni, de abban az értelemben igen, hogy a dolgokat egyre kevésbé akarja megváltoztatni, viszont egyre inkább szeretné szemlélni őket, illetőleg az embereket nem meggyőzni akarja, hanem meghallgatni. Hogyha gyakorlottá válik, ha úgy tetszik, haladóvá, akkor ennek az elsajátított látásmódnak egyfajta természetes következménye a nyugalom, a belső béke és derű kialakulása. A játékos nem azért kezd el játszani, hogy ezt önmagában megvalósítsa, nem azért kezd el játszani, hogy megnyugtassa saját magát, vagy hogy megszabaduljon a stressztől, de a játék folyamatában egy ponton észreveszi magán az egyre biztosabban jelenlévő és egyre stabilabb nyugalom és derű állapotát. Ennek megkapó szépségű költői kifejezése a regényben az idős zenemester alakja. A zeneszerző vérbeli üveggyöngyjátékos. Analógiát teremteni hangok és bármi más között, nos hát ez a legmagasabb szintű abstrakció. Egyébként érdemes tudni, hogy az üveggyöngyjátékot egy, a nevét már nem ismerjük, egy ismeretlen személy azonosságú zenetörténész találta fel. Nemrégiben a Facebookon diskuráltunk erről, szó-szót követett, nagyon érdekes kommentek érkeztek. Azt a kérdést vetettük föl, hogy egy zeneműben jelen lehetnek-e olyan belső összefüggések, olyan logikák, olyan algoritmusok is akár, amelyekről maga a szerző sem tud. És ezzel kapcsolatban Tornyai Peti írta le ezt a számomra egészen gyönyörűséges mondatot. Ha nem hinném, hogy a zeném összefüggéseinek csak töredékét ismerhetem szerzőként, egyáltalán nem komponálnék. Még egy képre is szeretném felhívni a figyelmet, amit ugyancsak a Facebookon tudnak megnézni. Ezt Szabó Feri készítette, és nem tudom, hogy a képet jól értelmezem-e egyébként. Zongora húrjain golyókat látunk, hogy ezek most üveggyöngyök, vagy fémgolyók, vagy mágnesgolyók, ezt magam sem tudom, de a képre rátekintve úgy érzem, hogy nagyon jól demonstrálja mindazt, ami miatt ilyen koncerteket szervezünk, mint amilyen a mai is. Végül még egy idézetet szeretnék az üveggyöngyjátékból felolvasni, mindegy keretezve az elhangzottakat. Üveggyöngyjátékunk pedig egyesíti magában mind a három alapelvet, a tudományt, a szépségtiszteletét és a meditációt. Így hát az igazi üveggyöngyjátékost úgy kell áthatnia a derűnek, ahogy az érett gyümölcsöt áthatja édes nedve, és elsősorban a zene derűjének kell hatnia benne, a zenének, mely nem más, mint bátorság, derűs, mosolygó tánclépés a világ borzalmai és lángjai között, ünnepi áldozás. Hermann Hesse jelenlétét ebben a műsorban is, és egyáltalán az életünkben azt tette aktuálissá, hogy tavaly volt halálának 60. évfordulója, és terveztünk is egy Hesse emlékkoncertet rendezni. A körülmények úgy alakultak, hogy ez nem valósult meg, de itt nem negatív körülményekre kell gondolni, ugyanis Szabó Feri, aki ennek a koncertnek a megálmodója volt, és a lelki atya lett volna, ő fizikai értelemben lett apa ősszel, és úgy döntött, hogy inkább babázik, mint sem koncertet szervez. Szerintem nagyon jól döntött, de a terv az, hogy ősszel talán még ezt a koncertet meg fogjuk csinálni. A mai hangversenyen két darab van összefüggésben az üveggyöngyjátékkal. Az egyik az én harmadszorra elhangzó darabom, Famulus harangja. Ugye az üveggyöngyjáték végén van három tulajdonképpen kis regény, regény a regényben, vagy novella a regényben. A három életút, ezt a címet adta nekik Hesse. És ebben az egyik történet sivatagi remetékről szól, Famulus az egyik sivatagi remete, akinek a személye mögött nyugodtan megsejthetjük Remete Szent Antal alakját. A másik pedig Tornyai Péter darabja, ami zárja majd a koncertet. Erről ő maga fog majd pár szót szólni a második félidő elején. Az első három mű
az első áram Sándor mű szünet nélkül fog elhangozni, tehát egy elektronikus darab, egy szóló zongora darab és egy elektronikus és zongora darab fog egymásba áttűnni elmosódott határokkal, tehát ezek között nem lesz szünet. Ezután Tornyai Péter két műve következik, és azután fogunk szünetet tartani. Itt fontos elmondanom, hogy szeretnénk megkérni a tisztelt hallgatóságot, hogy a szünet idejére, ha lehetséges, akkor fáradjanak ki oda az előtérbe, ugyanis olyan módon kell előkészítenünk, preparálnunk majd a zongorát, amihez teljes csendre lesz szükségünk. Nincs más tisztem, ha jól tudom, mint hogy tartalmas estét és kellemes időtöltést kívánjak önöknek.
Thank you.
ezt vele, hogy akkor is, hogy annyi csak, hogy járni csak a táncokat. Dávid király az Úr előtt egyre vadabb ugrásokat iktatni be, amennyire tőle telik, de reggelik, de estelik, mert látja ő, mert tudja ő, hogy tested is, hogy lelked is, hogy hála tánc. Jaj, Istenem! Két hete még, egy hete még, tegnap előtt, még tegnap is, még akkor is, hogy tetszik-e, hogy olyan-e, hogy véget-e, mert hittem el, hogy ugyanaz, hogy könnyét mögött a nap. Hogy béna vagy, hogy néma vagy, de megmaradsz, jó Istenem! Miért a perc, hogy vissza se, előre se, hogy nem fele? Csak torkodat, csak megszakadt, s ők is, akik szeretteit közeledve, csak szemedet, csak álladat, hogy megmered az egyszer egy végleges Semmi
Thank you.
le bruit de la mer. Est-ce le silence de la plaine? Ta voix, je ne la comprends pas. Mais elle jette la tête aux pieds et mes mains. Jó estét kívánok én is mindenkinek. Laci nagyon szépen beszélt az elején az üveggyöngyjátékról, és megígérte, hogy én hozzáteszem, hogy a koncert végén elhangzó darabom az hogyan kapcsolódik ehhez. Ezt a bizonyos három életpályát, amit Laci említett, ezt nagyon lehet úgy olvasni, vagy úgy érteni, mint egy életpályának a különböző kultúrákba beágyazott variációja, vagy különböző stádiumai ugyanannak a típusú folyamatnak. És ez a legkönnyebben felismerhető analógia a darabomban, ami egy három rétegű zenei anyag. Ez többféle változatban létezik a darab, most fog először elhangozni, úgyhogy egyelőre még csak a tervben, vagy elvileg többféle változatban, és ennek a legideálisabb, vagy hát inkább idealisztikusabb verziója, ez egy olyan előadás lenne, ahol három preparált zongora, három zongoristával szólal meg. Van viszont egy olyan megszólaltatási mód, már a kompozíció kezdetétől fogva, ami egy élő zongorista és preparált zongora, illetve két hangfal képében jeleníti meg ezt a hármasságot. Abból a szempontból nem gondolom ezt csak egy ilyen technikai kompromisszumnak, hogyha azt tekintjük, ami ez a három életrajz, hogy amikor az egyiket olvasok, akkor ott van mögötte a másik kettő is, akkor végül is itt is az történik, hogy egyszerre egyet tudunk a jelenben, jelen valóként felfogni, miközben ott vannak a másik kettőnek az árnyéka, vagy ott van az, ami ugyanaz, de mégis más. És olyan szempontból is több verziója van ennek a darabnak, hogy különböző hosszúságokban lehet játszani. Most egy körülbelül 20 perces verzió fog elhangozni. Mindez előtt viszont még Balogh Máténak három dala szólal meg az első fél időben játszó előadóknak az előadásában.
Én is további tartalmas estét kívánok. Tiger, tiger, burning bright in the forests of the night. What immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry? Ha-da-dam! In what distant deeps or skies burn the fire of thine eyes? On what wings dare aspire? What hand dare seize the fire? And what shoulders and what art could twist the sinews of thy heart? And when thy heart began to beat, what dread hand and what dread feet? First of all, the rhythm is tricky. It's exclusive representation of heartbeat. Bum bum, bum bum, bum bum. And when the beat began to beat, heaven with their tears. Did he smile his work to see? Did he a verset, kibetű kiderül belőle. Én 1969-ben írtam, akkor már 4 éve Pécset éltem, de még mindig nem voltam pécsi. 30 éves koromban jöttem ide, és annyira megijesztett a város, mivel semmiféle, egzisztenciálisan semmiféle kilátásom nem volt. Legalábbis nem tudtam róla, hogy én vissza akartam menni Somogyba, Nagyatádra. De hát elmentem elbocsúzni a csorba győzőhöz. Azt mondta.
Hogyha költő akarsz lenni, itt kell maradnod. Hát, itt maradtam. Hát persze, vállalom az albérletet, meg azt, hogy a feleségemnek nem volt állás az eső. Időben néhány hónapig albérletben laktunk 3,5 évig, aztán egy átmeneti lakásban, Nagy Árpádon, a pedagógus lakásban. Ezt kaptuk még 69 elején, és én úgy jártam be dolgozni a tárképző főiskola könyvtárában. Dolgoztam könyvtárosként, hogy a piactérre, ami most a vásárcsarnok, ott voltak, hát most is ott vannak. Most a távolsági buszoknak van ott az indulállomása, de lehet, hogy a Nagy Árpádi távolsági, nem tudom. Hogy akkor, az akkor onnan indult. És én azzal mindig bejöttem, és ottan este, mikor munkavivő, ő időnek, ő vége volt, akkor oda kimentem, és vártam a buszt. És ott született ez a vers. Ennek az első néhány sora, hogy a piac tér betonján, egy felfordított almásláda és egy széttaposott sárgarépa között állva, 1969. március 4-én, stb. És azért jutott ez most eszembe, mert a Kamaraszínházban jelenkor este ugye elhangzott a Város neve című versem, ami valamiképpen lezárása azért ennek a Pécs, a Pécs, Nagyatád Pécs vése, a falu és a város, a költő és a nem költő között. Na most arról szól, hogy hogy azért nem ment simán ez a megkapaszkodás itt a városban, és nem tudom, mi történhetett akkor, de valami olyasmi, hogy úgy éreztem, hogy elpasztíthatnám magam. Szeptember vagy március 4-én este 6-kor. Tehát ez vers. És azért az életben nem így történt. S írtam még néhány ilyen témájú verset, és azt hiszem, hogy segített a megkapaszkodásban is. És eljutottam odáig, hogy nem csak pécsi lettem, de valamiféle formában, valamiféle mértékben, hát költő is. Amikor már a 80-as évek elejétől, 81-től kezdődően, már csak félállásban voltam könyvtáros nyugdíjas karamig. Akkor még 3 évenként vagy sérőben is jöttek a könyveim. Tehát egyrészt arról szól a vers, hogy hogy magam vagyok, meg hogy bajom van a világgal, de másrészt meg arról, hogy azt látszik belőle, hogy mégis csak verset írok. Azóta is, és ugye a jelenkor 60 éves, és én 59 évvel ezelőtt, 1959 elején vagy közepén jelentem meg a 4. számban benne, és azóta is, és valahogy egy kapaszkodó, egy tábaszték volt nekem mindig, hogy itt van a jelenkor, itt vannak az írók, itt van.
Csorba győző, Szenerkényi Ervin, Csordás Gábor, Parti Nagy Lajos, később Ágoston Zoltán, Görföl Balázs, és a többiek, úgyhogy azt hiszem, hogy én már ebben a hitben, ebben a valóságban fejezem be a pályám és az életemet is. Hát reméljük, hogy van egy-két lehetőségem a bizonyításra Pécs mellett. A piac tér betonján egy felfordított almásláda és egy széttaposott sárga répa között állva, 1969. március 4-én este 6-kor meg kellene írnom a 2-es számú pontos verset az alkonyatról, miközben tél és nyár között, nappal és éjszaka között, munkahely és otthon között, miközben ég és föld között, a földhöz egyre közelebb, én a nagy szendvics közepe elképzelem újra a várost, a hegy és nap fiát, választottamat. 4 évi házasság után, túl az álmokon, a szerelem csecsebecsén, túl csaláson, csalatáson. Egyedül, újra, annyira, hogy holtomig együtt maradhatunk. Miközben egy az egyhez elképzelem újra a várost, fején a 190 méteres szilveszteri csákót, arcán a szürke körszakált, mellén a kivilágított rendjeleket, 10 kilométeres karjait, a körbejárható szívet a lüktető artériákkal, bennük sodródó magamat 150 000 sors között. Annyira védtelenül, hogy elpusztíthatnám magam. 1969. március 4-én. Este 6-kor. Miközben meg kellene írnom a 2-es számú pontos verset az alkonyatról.
Thank you.
Thank you.